Üdvözlet mindenkinek, és shalom! Valakinek kérdése van, javaslata vagy hozzászólása, megtalál minket ezeken az elérhetőségeken, és egyben lehetősége van mindenkinek arra, hogy amennyiben hasznosnak találja a munkánkat, hozzájáruljon ahhoz. Így még több emberhez el tud jutni az információ, és nem csak egy oldalú lesz ez a folyamat. Köszönet, hála és dicsőség Abba Jahuának! Akkor elindítottam most, és akkor mondhatod a kérdéseidet. Szuper! Vagy hogyha esetleg bármi más van, akkor megállítom, azt megbeszéljük, és akkor utána, Jó, ahogy jó. gondolod. Hát, Itt van tehát az e-mail, és akkor az az első kérdés, hogy mire lettünk teremtve. Jól értem, hogy akkor erre keresed a igen. választ. Én az minden egyes videó arra úgy van kitalálva, hogy elvezesse az ember, akár az infobubble, akár a Yahoo útja. Úgy van kitalálva, hogy elvezesse az embereket a válaszhoz erre a kérdésre. Az, hogy ki miben hisz, vagy elfogadja ezt, az majd az ő felelőssége lesz. Én csak annyit tudok tenni, hogy bemutatom azt a világnézetet, amit én képviselek. Erre nagyon egyszerű választ adnak az írások. Utána ugye azt írod, hogy nem tudod, hogy mi a teremtő tanítása. Ez össze van foglalva abban, amit úgy hívunk, hogy a Biblia. És ez az, amit én próbálok bemutatni, hogy hogyan függ össze a világ eseményei azokkal az írásokkal, amiket itt láthatunk ebben a könyvben, amire az emberiség túlnyomó többsége azt mondja, hogy ez mese. De arról én nem tehetek, hogy az emberek ezt gondolják, hogy mese. Én is ezt gondoltam egy időben. Úgyhogy, ha meg akarja valaki találni erre a kérdésre a választ, persze tudom, hogy ez hihetetlen, de mindegyik kérdésére meg lesz a válasz ezekben az írásokban. De ehhez el kell fogadni azt, hogy ezek nem emberek filozófiája vagy kitalálmányai, hanem ezek a teremtő szavai. Úgyhogy erre a kérdésre, hogy mi a feladatunk, megadja a választ számtalan helyet. Az egyik prédikátor könyv 12-es fejezet 15, amikor azt mondja, hogy a dolognak a summája, vagyis az összegzése az mindezeket halván ez, féljed Elohimet és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek a fő dolga. Ez az ember feladata itt a világban, hogy megtartsa a teremtő parancsolatait. Megismerje azt, és megtartsa azokat. Ezért teremtette az ember, ezért helyezte bele a kertbe. A kertbe behelyezte, mindjárt átadom a szót, de Bereshit 1. Mózes második fejezetben, mikor azt mondja, hogy formálta valójában Elohim az embert és a földnek porába, lehellett az ő orrába életnek lehelletét, és így lett az ember élő lélekké, és helyezte az embert az Éden kertjébe. Aztán elmondja, hogy mi a feladata a 15-ösben, hogy művelje és őrizze azt. A kifejezés, hogy művel, az azt jelenti, hogy szolgál valakit, vagy dolgozik valakinek, tehát neki kell, hogy dolgozzunk, az őrizze azt, pedig a gondját viselje, engedelmeskedjen, kövesse az ő parancsait, vagy az előírását. Ez az ember feladata mindig is ez volt, és mindig is ez lesz. És csak ez az egyetlen út, ami elvezet ahhoz, amit az emberek úgy hívnak, hogy boldogság. Persze nem értik, hogy mit jelent az pontosan. De ez az, amit mindenki keres, azonban ezt nem lehet elérni másképp, csak így, ha ezt teszi az ember. Úgyhogy erre a kérdésre ez a válasz. Számos helyem le van ez még írva ezen kívül, de ez a kettő legyen most elég. Úgyhogy ez az ő elvárása felé. Most nem tudom, hogy ez választod-e a kérdésre. Hát, hogy mondjam, nem is tudom, igen, is, meg nem is, és nem tudom, én nekem nincs problémám, mert én teljes mértékben, hogy elfogadom magát a Bibliát és a benne lévő kvázi tartalmat, csak szerintem itt a probléma inkább az van, hogy nem tudom teljes mértékben értelmezni, illetve áthelyezni a jelenlegi életembe, mert nyilván annyira erős, nem tudom, ez a program, amiben bele lettünk kényszerítve, hogy mindent ahhoz kötnénk, hogy jó, Isten szolgáljuk, az ő tanításait, stb. De azon felül, hogy mondjam,
Érted? Tehát, hogy így a részleteket akarnám átlátni, és lehet pont ez a baj, hogy nincsenek részletek, hanem csak az ember tartsa be azokat az egyszerű szabályokat, amiket ő lefektetett, és onnantól, ha azt tartod, a többi, ami generálódik jó értelemben, és jön magától. És ezért kérdezem azt, hogy akkor igen, tehát hogy a művészet, az Ez, alkotás, az akkor még építészet mielőtt meg. arra rátérnénk, Igen. ez az, hogy azokat az utasítás, most visszatérvén erre, hogy, ne, hogy valaki érti, vagy nem érti, azt mondja Apostolok cselekedete 8-as fejezet a szerecsen szóval, azt mondja Fülöpnek, mikor az megkérdezi, hogy vajon érted-e, amit olvasol, Ézsaiás olvassa, azt mondja, hogy hogyan érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nekem. És kéri Fülöpöt, hogy felhágván üljön mellé, és magyarázza el neki. Ugyanezt mondja el azután Saul a római levélben, a 10-es fejezetben, mikor azt mondja, hogy hogyan is hívják segítségül azt, akiben nem hisznek. Arra gondol, hogy mindenki, aki segítségül hívja a Teremtő nevét, az majd megmenekül a végén. Azt mondja, hogy hogyan hívhatná segítségül azt, akiben nem hisz. És hogyan hihetne, hogyha nem hallott felőle? És hogyan hallhatná valamilyen hirdető nélkül? És hogyan lehetne hirdetni, ha el nem hívnak? Tehát nem mindenki érti ezt. Van, aki érti, van, aki nem. Aki nem érti, annak el kell magyarázni, és akinek el kell magyarázni, annak fogékonynak kell lenni a tanításra. Ez a legfontosabb tulajdonsága az embernek, az alázatosság és az engedelmesség mellett, hogy tanítható legyen, de szerintem érthető az, hogy hogyan is függ össze ez a három. Aki nem alázatos Persze. és engedelmes, azt nem lehet tanítani. Úgyhogy ezek a videók erre szolgálnak, hogy az emberek meg tudják érteni, hogy mit is jelent az, ami le van írva. És egyébként még egy dolgot hagyj tegyek hozzá, az, hogy csak egyszerűen követnünk kell a parancsolatokat, az lehet, hogy első nekifutása úgy tűnik, hogy relatíve egyszerű, de az egyáltalán nem olyan könnyű, mint ahogy a legtöbb ember azt gondolná. Egyszerűnek egyszerű, csak nem könnyű. Azt mondja, hogy a legfontosabb parancsolat, ezt maga Jehusa, a megváltó mondja, hogy hadd Izrael, vagy Izrael, Jehova, mi Elohimünk, Jehova egy, szeresd azért Jehovát, de Elohimedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erőből. Ez az első nagy parancsolat. Ez az elsődleges parancsolat, hogy szeresd őt. A második pedig hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat, és nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Nem azt mondja, hogy nincs más, azt mondja, hogy nincs ennél nagyobb. Most azt gondolná az ember, hogy ó, én csak szeretem a többi embert, az kész. De a probléma az, hogy amit meghatározott a Teremtő nekünk, mint szeretet, és azt a módot, ahogyan szeretnünk kell őket, az nem ugyanaz, amit mindenki gondol arról, hogy mi a szeretet. Úgyhogy nekünk úgy kellene szeretnünk a felebarátainkat, ahogyan a Teremtő szeret minket, és ahogyan ő meghatározta azt nekünk. Az az érzés, ami van az emberekben, hogy azt mondják, hogy én mindenkit szeretek, vagy mit, az nem az, amiről ő beszél. Meg kell ismernünk az ő rendelkezéseit, arra nézve, hogy mik a társas együttélésnek a szabályai, aztán azt el kell kezdenünk csinálni, és az megtanít majd minket az ő félelmén keresztül, arra, hogy mi is a szeretet idővel, évek során. De ez egy komplex Igen. és egyáltalán nem könnyű feladat. Úgyhogy, ha Hát csak igen. ennyit cél, bocsánat, még csak annyit, ha csak ennyit tűzöl ki célul, hogy megtanulod, hogy mi a szeretet, már akkor is el leszel egész életedben. Hát nézd, pontosan ezekre a részletekre vagyok kíváncsi, hogy igen, például amit említett, hogy a társas élet szabályai, azt tudom, hogy a jelenlegi rendszerünknek mik a társas élet szabályai, és azt is milyen nehéz ugye tartani, nem hogy a teremtő által megalkotott szabályokat, bármennyire is egyszerűnek tűnik,
szabály, hogy ne hazudj, ám az egész világ folyamatosan hazudik. Minden Állandó. nap, minden percében. És igen, tehát, hogy ez valóban egy nagyon kemény, nagyon nehéz út. Nem lehetetlen, tehát én nagyon is hiszek benne, és folyamatosan, ha lehet így fogalmazni, edzem magam, és úgy tanítom magam, és igyekszem nyitott szívvel lenni, és a teremtő iránt, és magam irányába, és aztán így kifelé mindenhová, de valóban tapasztalom a mindennapi életemben saját magam, hogy ennek ellenére folyamatos kudarcokat vallok, amikor megtanulok valamit, akkor mindig jön valami, ami kudarcra ítél. Ha azt is megtanulom, akkor megint jön valami. Én gondolom, hogy ez egyfajta tisztulási folyamat, nem tudom. Hát a most csak ezzel kapcsolatban, vagy nem tudom, hogy hogyan folytattad, vagy folytatnád, csak hogyha egy másik gondolat kezdődik, akkor ezt mindenképp érdemes szerintem megvizsgálni, amit most mondasz. Nem, igen, tehát, hogy én abszolút érzem annak a súlyát, hogy ez nem egyszerű, és hogy Jó, akkor tehát, ha az is. elkezdődik egy másik, akkor azt mondom, hogy az, hogy kudarc, tehát, hogy mondjam, az természetes, hogy amikor olvasom az írásokat, és rájövök valamire, hogy azt nem csinálom, akkor utána az ember kénytelen azt beépíteni az életébe. Vagy csinálja, amit nem csinált, vagy nem csinálja, amit csinált. Attól függően, hogy mi az, ami helyes. És az evidens, mint ahogy az élet bármely más területén, hogy amikor az ember egy új dolgot tanul, akkor hibázni fog, és a hiba az, illetve annak a következménye, ami vezeti és tereli az embert aztán az úton. Úgyhogy én nem problémáznék túl sokat azon, hogy hibázok. Az természetes, hogy hibázni fogok. Az a lényeg, hogy szándékosan az ember nem tesz olyat, amit nem kéne, vagy csinálja azt, Igen. amit kéne. De a hiba az természetes, és az rosszul kell, hogy essen nekünk, hiszen az a lényege annak, hogy szeresd őt teljes szívedből, hogy azt akarod csinálni, amit ő mondott. Úgyhogy ha nem sikerül, akkor nyilván rosszul kell, hogy érezze magát az ember. Ez nem jelenti azt, hogy elhagyja a teremtő, és akkor onnantól kezdve nem foglalkozik vele. Ez csak azt jelenti, hogy inspirál arra, hogy eltaláld azt, amit ő akar, és akkor jól fogod érezni. Ha nem találod, akkor meg rosszul. Ez az, ahogyan vezet. A kudarc nem annyira probléma, mint az, hogy abban él. Igen? Igen, egyébként így a szeretet kapcsán, amit említettél, hogy emberek érzünk, vagy gondolunk valós isteni szeretetnek, hogy ez mennyire nem ugyanaz, és nem egyezik, én ezt nem tudom, hogy helyes, teljes mértékben, amit most mondok, de az életem során számos komoly nehézségen estem át, és érdekes, hogy egy valamit mindig határozottan éreztem, az pedig az, hogy a Jóisten soha nem fordította el az arcát, a lóvó kvázi kezét rólam, pedig tényleg voltam komoly helyzetekben, ami nagyon nehéz volt. Holott minden más ember elfordult tőlem, olyanok is, akik szerettek, azt állították, gondolták, hogy szeretnek, lehet így fogalmazni, és ő tőle mai napig határozottan érzem, bármi mennyi, bármekkorát hibázom, bármilyen nehéz helyzetbe kerülök, egyszerűen felfoghatatlan az, hogy nem még mindig képes a úgymond képes szeretni, mert határozottan érzem. Szóval, és akkor én még nem az a típusú ember vagyok, aki hű, de akkor a védkeket esetében az életében elkövetett, mint egyes egyenek vagy csoportok, tehát nem hát tudom, tehát tényleg vannak olyan súlyos, ugye, én nem. Ez az időszak, ez hamarosan véget ér, ez minden ember életében véget ér. Ezt úgy fejezik ki Apostolok 17:31, hogy a tudatlanságnak az idejét elnézvén Elohim most parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek.
mivel rendelt egy napot, amely megítéli majd a föld kerekségét, igazságban egy férfi által, akit arra rendelt. Szóval van egy időszak, amikor az ember, mint egy gyerek, nem tudja, hogy mi az, amit tennie kéne, csak bolyong a világban, és azért az atya vezeti a ruach segítségével, de mivel tudatlan az ember, ezért nem várja el azt, hogy azt a fegyelmet, amit elvár tőlünk most. És Igen. viszont az az időszak, ez lejár akkor, amikor megérti az ember azt, hogy az írásokban van az igazság, elkezdi azt tanulmányozni, és látja leírva, hogy jó, a különböző állatok, azok tisztátalanok, azt nem tudom enni. Utána már nem lehet bolyongani abban a kérdésben, hiszen megmutatta az igazság. A tudatlanság ideje véget ért, és onnantól kezdve meg kell térnie az embernek. Úgyhogy az a, amit sajnos szerintem a kereszténység képvisel, hogy Isten mindenkit szeret, és ő mindenképpen szeret, és csak hinnem kell, és ő el fogja fogadni, hogy én egy bűnös ember vagyok, és majd megbocsát, az nem igaz. Nem fog Nem, hát ez, megbocsátani igen, ez kiváló a szándékos bűnért. felelősség, hárítás, hát nem lehet így élni, tehát én ezt, Csak ezt hogy akartam mondjam, mondani, hogy van egy időszak, amikor az ember tudatlan is, de vezeti attól még Jahua, ez nem probléma, igen. de az az időszak az lejár, és amikor az lejár, akkor onnantól kezdve minden döntésnek súlya van és következménye van. Szóval az szerintem annak az életében lejárt, aki tudja, hogy az írás az igazság, mint te. Onnantól kezdve nem fog tudni nagyon így navigálni, és arra, érted? Szóval szűkül le az út, Igen. ami régen az volt, hogy jaj, jó, nem érti még, mint egy kisgyerek, hogy vannak különböző szabályok, amiket nem ért meg egy kisgyerek, ami egy felnőttől elvárható. Nem tudom, hogy beszáll az Igen, autóba, igen. hogy minden egyes alkalommal ne rugdossa össze a küszöbét az autónak, hogy próbálja átemelni a lábát rajta. Azt egy felnőttől elvárja az ember, a gyerektől nem feltétlen. Vagy hogy Hát igen. ne egye meg a gyurmát. Egy felnőttől az ember elvárja, a kisgyerek meg megeszi. Ez ugyanígy van ezzel is. Szóval az működik egy ideig, de egy idő után felelősséget kell vállalni. Hát igen, és mondjuk ezt határozottan érzem az utóbbi időben, mert sok ismerős visszajelzésképpen szokták kérdezni, hát mi van veled lehet, hogy el vagyok tűnve, kvázi, nem élek olyan társadalmi életet, hogy eddig éltem, és sok-sok egyéb dolog. És hát, hogy mondja, én rajtam egy olyan globális érzés van, amit ezt nem tudok elmagyarázni, ezt csak azt tudja, aki erre nem tudom, fogékony, talán nyitott, vagy ugyanúgy érzi, látja is. Tehát, hogy itt tényleg olyan, szó szerint küszöbön áll, tehát itt nincs hátra, nincs előre, tehát olyan értelemben értem ezt, hogy már nincs több kifogás, nincs több ez, nincs több avaz. Hogyha nem tudatosítjuk, nem csináljuk helyesebben azt, ami a teremtve lettünk, akkor itt ez nem lesz, nagyon nem lesz jó, és igen. Ez Az már így ember sem lesz jó, félelemből... szóval akármit csinálunk, ennek az egésznek vége. Igazából Igen, mindenki magát tudja, még pont ezt kihúzni. érzem, hogy például most is kapok több jó állás lehetőséget, Svájcban minden, és akkor kérdezik tőlem, hogy miért nem vagyok boldog, miért nem vagyok lelkes, stb. Persze, látom, érzem, tök jó, hú, elérem ezt, elérek, elérhetek bármit, persze. De nem vagyok boldog, mert azt érzem, hogy ez is egy ugyanolyan illúzió, mint az összes többi. És hogy én végre szeretném a valódi életemet élni, ami egy teljesen más élet, és ez egy olyan volumenű változás kell bennem véghez menjen, illetve nem csak általam, hanem körülöttem lévő, és ami egy fogalmam sincs, hogy. De lehet, hogy a hogyanok az nem az én dolgom. Nekem csak az a dolgom, hogy felismerjek, mit ott legyek, és haladjak az úton is, és ennyi. Hát az út maga lenne az, hogy hogyan. Ő kijelölte azt, hogy mi a legcélvezetőbb az embernek, mi az ő elv, mi az, ami tetszik neki, mi az, amit ő szeret.
ez az ő szav, amit megtalálunk abban, amit Bibliaként ismer a világ. Minden egyes oldalon, ha azzal a szemüveggel kellene nézni ezt és szemlélni, hogy ő közli velünk, hogy mi az ő elvárása, mi az, ami nem csak, hogy az ő elvárása, mi az, amit ő szeret, és mi az, ami hasznos nekünk és az egész világnak, amit teremt. Ha azt csinálná mindenki, akkor egy egészen más világot látnánk. A probléma az, hogy az emberiség teremtett egy világot a saját képére, amit az ellenség vezet most ezt a világot. Ő volt az, aki a háttérből a saját képére ezt alakította, de mi átalakultunk ahhoz. Szóval vagy valaki ballag ezen az ösvényen, amit a teremtő kijelölt, ami hasznos számára így, és hasznos számára a következő életben, vagy pedig egész egyszerűen csak nem fog tudni boldogulni vele semmilyen körülmények között, az élettel, úgy értem. Vagy ezt csinálod, vagy nem fog menni, és kész. Az, hogy még csak annyit, hogy hogyan kellene egymással viselkednünk, azt pedig bemutatta a megváltó, mikor itt jár, Jehusa HaMashiach. Mindenki tudta, hogy mi az el, hogyan kell szeretnünk őt. Erre vonatkoznak az ő instrukciói, a sabát, az ünnepek, az öltözködés, az étkezés, stb. Amit nem értettek az az, hogy hogyan kell egymással viselkednünk. Hogy hogyan működik ez a társas együttélés. Ezért úgy döntött, hogy el fogja küldeni az ő szavát, mint egy embert, hogy az majd megmutassa nekünk, hogy hogyan kell élnünk egymással. És ez egyáltalán nem könnyű. Egyszerűnek egyszerű is le van írva, de nem könnyű. Szóval ez az embernek a feladata. És szerintem ezen a szemüvegen keresztül kell vizsgálni ezeket az írásokat is, és nem úgy, mint egy, hogy nekem ezt kell csinálni, vagy azt kell csinálni. Most nem azt mondom, hogy te azt mondod, de... Persze, ez pontosan értem ezt a kenszót, ez borzalom tényleg, de ez az, amit kényszerből nem lehet, persze. Hát nézd, a végső soron, ha tetszik, hanem ezt kell csinálni, szóval, vagy megszereted, hát, vagy nem, szóval... A kényszer, persze, amit nem lehet elkerülni, mert valaki, hogy mondjam, igen, folyton felelősséget hárít, meg ez, az, nem hallandó tudomás, hogy az előbb-utóbb szembesülni fog, tehát ha tetszik, ha nem. Ez egy olyan erő, kényszer, ami ez alatt nincs hatalma. Tehát ez elé leszünk rabba. Csak az emberi szintjén értem ezt a kényszer, hogy ha kell, ha nem, persze. Hát, hogy nem. Sőt, ő visszaadja ezt mind a két életben, az emberek visszakapnák azt, amire vágynak, csak az a probléma szerintem, hogy az a probléma, hogy nehezen tudjuk azokat a szokásokat, amik bennünk vannak, azokat nehezen tudjuk kijönni magunkból, mert a test az mást akar, mint amit a teremtő szeretne, és ez konfliktusban van a kettő, szóval le kell győznie az embernek saját magát, és akkor egy nagyszerű életet fog tudni élni. Mellesleg azt mondja már a Torában is, hogy az életet adtam neked, és a jót, és a halált, és a gonoszt, úgyhogy válasz. Mikor azt mondom, azt parancsolom neked, hogy szeresd Jehovát a te Elohimedet, hogy járj az ő utai, tartsd meg az ő parancsolatait, a rendeléseit, végzéseit, hogy élj és szaporodjál, és megáldjon téged Jehovát a te Elohimed a földön, amelyre bemész, hogy bírjad azt. Ez a következménye annak, ha valaki járja. Ha valaki járja, akkor ez megkapja az ember az áldását, hiszen azt csinálom, amit ő akar, úgyhogy miért ne segítene? Tehát igen. A jutalma megvan itt, a következő életben. Ha elfordulok tőle, akkor azt mondja, hogy nem probléma, csinálhatod azt is, csak akkor nem leszek veled, és akkor majd meglátod, hogy milyen szolgálni a világot. Ez az, amit tapasztal a legtöbb ember ma. Igen, és én ezt pontosan, igen, ezt így megtapasztaltam, szóval én nem is tudom,
gyerekkorom óta így van, hogy mindig is nyitott voltam a környezetem, az emberek iránt, és főként az emberek problémáira, nyilván a sajátomból kívülről is, és kvázi mindig szerettem volna segíteni, és mindig a Jézusi kép állt előttem példaként. És hát persze így ösztönösen is mindig jöttek emberek, megkerestek problémákkal, fizikális, lelki problémákkal is, valamelyes mindig tudtam enyhíteni, inkább így fogalmaznék, nincsen meggyógyítani, inkább csak enyhülést hozni nekik, és ez a mai napig így van, de egy időben ezt nagyon csináltam, letértem erről az útról, szó szerint a nagyvilági élet kibillentett ebből, elcsábított úgymond, mert azt hittem, hogy ez nem jó, ennyire, nem is tudom, nem akarok így fogalmazni, hogy elszállva lenni, és gondolok arra, hogy valaki nagyon spirituális, hogy akkor a fellegekben jár, stb. És folyton csak azzal foglalkozik, amilyen csodatevés és egyéb dolgok, és stb. És hát ugye a racionális énem az háttérbe lett szorítva, de hát, és akkor a racionális énemmel kezdtem el foglalkozni, meg minden egyéb, és hát érdekes, hogy az összedőlt, és újra visszalökött az élet erre az ösvényre, és ha tetszik, ha nem, ezt kell csinálnom, mert mindig is, mai napig folyamatosan megkerestek az emberek problémákkal, fizikai problémákkal, mert ugye most annyit a terapeuta vagyok. Hogy visszatérnék, csak még itt van egy kérdés, ez a teremtő elítéli a tudományt, meg a művészetet, vagy csak annak bizonyos fajtáját, ez egy kérdés, amit felmerül. Igen. Az, én arra gondoltam, amikor erről beszélek, hogy persze, hogy elítéli azt a tudományt, amit a világ tudománynak mond, és azt a művészetet, amit a világ művészetnek mond. Teljesen mindegy, hogy meddig megyünk vissza a történelem során. Mindegy, hogy ki mit gondol, mit érez ezzel kapcsolatban, mi az ő vélekedése, vagy mit tanult erről. Nincsen jelentősége ennek. A lényeg az, hogy a művészet, amit az emberek ismernek, azok a szobrok, a festmények, az épületek, az énekek, a versek, mindegyik, amit tanítanak az iskolában, vagy a művészetórákon, vagy amit csodál a világ, az az ellenségtől származik. Különben nem ismernénk. Nem fogja hagyni, hogy az iskola rendszerben, amit az ellenség talált ki a világban, majd tanítsanak a teremtőről igazságot. Lehet, hogy van ott egy-két dolog véletlenül, de ne gondolja senki azt, hogy az egri csillagok, vagy a Huszti vár, vagy mit tudom én mi az, vagy a Dávid szobor, Munkácsi képei, ezek bármivel is közelebb visznek minket a teremtőhöz. Mindegyik ilyen vagy olyan formában ki dolgot erősít az emberekben. Az egyik a humanizmus, hogy az ember milyen csodálatos, hogy legyőzheti az ellenségeit, illetve hogy milyen gyönyörű alkotásokra képes, a másik pedig valamiféle hamis vallásnak az istenségeit ábrázolja, akár Jézus legyen, akár Isten, vagy az öreg Isten, vagy jó Isten, vagy a magyarok Istene, vagy mit tudom, ki, hogy a Dávid, vagy az ember teremtése Michelangelo, vagy mindegy, hogy miről van. Úgyhogy én azt mondom, hogy persze, hogy az rossz, hiszen az embert elviszi a teremtőt. A másik a tudománnyal kapcsolatban, ez a dolog, amit mi most az iskolában tanulunk néhány száz éve, az alkímia meg a mágia kategóriába tartozott. Ezt mindenki tudja, aki 10 percet utána néz, hogy az, amit fizika-kémiaként ismerünk, hogy matematika, ezek a dolgok, ezek egyik sem a teremtőtől jött. Nem ő, ha tőle jött volna, hogy nincsen matematika óra, meg kémia, meg fizika óra az írásokban 6000 évig. Azt gondolja valaki, hogy ő nem tudta volna elmagyarázni Jobbnak, vagy Ézsaiásnak, hogy 2 meg 2 az 5, vagy ők nem tudták, hogy ha ott van 30 bárány, és 15-öt odaadok a havernak, akkor 15 megmarad. Nekik nem kellett két ismeretlenes egyenlet. Nem volt szükségük rá, hogy tudják, hogy az atom mag körül kering az elektron, vagy az a proton, és akkor körül keringenek az elektronok. Nem érdekel senkit, nincs semmi hasznunk abból. Semmi hasznunk nincs a telefonból, a számítógépből, ezekből a dolgok. Ezek megéltek nagyszerűen régen, ugyanúgy, ezek nélkül, ahogy mi megélünk most, sokkal rosszabb.
mert mindenki tönkre megy abba, hogy ezt bámulja, tönkre megy a nyaka, a Hát szeme, a stressz a munkában, ki kell bányászni érte az a sok dolgot, elő kell állítani rabszolgamunkával, szállítani kell, miközben ha ott lennénk kint a területen, számolgatnánk a juhokat egy közösségben, ugyanúgy el lennénk, mint most, csak akkor lenne igazi közösség, és nem kéne, hogy virtuális közösségeket létrehozzunk, azért, hogy ki lájkol minket, meg ki szeret minket, meg hogy van 1000 barátom, akivel egyet se ismer. Úgyhogy nem mondja nekem senki azt, hogy a tudomány, vagy a művészet hozzáadott bármit is a mi életünkhöz pozitívan, mert egyszerűen csak nem így van. Az él emberek nem élnek jobban, most, hogy az orvostudomány fejlettebb, nem élnek tovább, az életminőségünk nem javul. Csak máshogy rossz. Hát igen, de pontosan ez a probléma, hogy több képünk van erről a rosszról, és ismeret, mint a másik oldalról, ami jó. És még annak ellenére is, hogy a Biblia leírja, igen, tehát hogy egész egyszerűen... Az ellenség kitalált egy intézményrendszer, aminek a segítségével ő lesz az, aki meghatározza, hogy mi az ismeret, mi a tény, mi a valóság, és mi az igazság. Ezt úgy hívjuk, hogy oktatási rendszer, és média, és tudomány. Ő volt az, aki kitalálta ezt, hogy hogyan... De azt akarom mondani, hogy ő valóban, amikor azt mondta Izsaiás 14-es fejezet az, ahol azt mondja, hogy olyan leszek, mint a magasságos. Izsaiás 14-13 azt hiszem, hogy felmegyek az égbe, és utána ugye mondja, hogy hasonló leszek a magasságoshoz. Ez az, ami ma történik. Ő hasonlatos, ő határozza meg a világban, hogy mi az igazság, mint ahogy a teremtő meghatározná. Ő határozza meg, hogy mi a valóság, mi a tény, mi az ismeret, hogy mi a bölcsesség, mi a tudomány. Ez mind, amit mi ezeknek gondolunk, az hazugság, az értéktelen személy, semmi. Én nem azt akarom mondani, hogy most aki ezekben részt vesz, az őt szolgálja, vagy szándékosan, tudatlanságában szolgálja. Mindennyian őt szolgálja, aki nem a teremtőt szolgálja, csak ez a két oldal van. Csak ahhoz le kell nyelni azt a keserű pirulát, ami az igazság, hogy ahogy felismeri az ember, hogy bizony átvertek egész életemben, és minden hazugság volt az elejétől a végéig, és mind a mai napig az. Úgyhogy ezért gondolják az emberek, hogy az írások az távol áll, vagy az egy mese. Mert ha feje tetejére állt a világ, és az, hogy mi az igazság, a valóság, mi a tudás, az értelem, azt a teremtő, vagy az ellenség határozza meg neki. Ebből ki kell kecmeregni ebből a gödörből, amiben az ember bele kerül. Még annyit, hogy mi az, ami a feladatunk, ezt már megbeszéltük, az, hogy szaporítottok, sokas vagyok, ez az egyik első parancsol. Azután, hogy elmondta, ugye, amit az előbb megnéztünk, hogy dolgozza és őrizze azt. Úgyhogy utána pedig részletezi ezt, hogy mit jelentette ez, ezt hívják úgy, hogy a Tanakh, vagy az Ószövetség, ahol részletezi számunkra azt, hogy mi az ő elvárása velünk szemben a világban, vagy tőlünk ebben a világban. Úgyhogy ezt csak el kell kezdeni olvasni, és amikor valaki azt látja, hogy így szól Jahua, vagy csináld ezt, vagy ne csináld azt, akkor azt úgy veszem, hogy ez rám vonatkozik. Azt mondja, hogy a disznó, a tücsök, a hörcsök, meg az egér, meg a gólya, ezek tisztátalan dolgok, akkor egyszerűen csak nem eszek olyat, mert ő azt mondta, hogy tisztátalan. Nem kell ezt szeretni, elfogadni, örülni neki, vagy egyetérteni vele, vagy bebizonyítani. Csak csinálni igen, kell. Ez világos. Aztán majd megszereti az ember, ha csinál. De szóval ez az, amit kérdezel, hogy nem tudod, hogy mi a dolgunk. Ezek a dolgok. Azt csinálni, ami le van írva. És ha elkezded azt csinálni, akkor ebben a folyamatban, ahogy megismered az ő elvárását, megismered őt, mert ő ilyen lenne. Szóval, amit az ember primitív elméjével fel tud fogni, azt ebből a könyvből ki tudja olvasni. De a nagy dolgok, azok csak később fognak következni, mikor a kis dolgokat az ember már elsajátította. Az ünnepeit, a sabátjait, az öltözködést, az étkezést. Ha ez megvan,
vagy hogy nem imádom a különböző szobrokat, meg ezek alapdolgok, ez egyszerű. A nehéz azután jön, mikor eljutunk oda, hogy szeress fel a barátod, mint te magad. Az az, ami nehézséget okoz a legtöbb ember számára. Igen, pontosan, meg hát azért itt, hogy mondjam, itt például ez jól részletezi, ugye, hogy mit ne együnk, ez tisztátalan, de például én olyan részletekre is kíváncsi lennék, hogy például az emberek szerintem ez nem csak benne, másokban is megfordul, és talán emiatt nem kezdenek bele, vagy ha bele is kezdenek a Bibliába, feladják, mert hát feladják szerintem a értelmezését a dolgoknak, és hogy például olyan dolgok, amit ugye, hogy mondjam, e világból hoztunk gondolatmeneteket, és szóval, hogy az Isten utat követjük, igen, a kapcsolódás embertársainkhoz, a házasodást is, hogy a születés folyamata például, tehát ott nincs szükség orvoslásra, mert ott nincs fertőzés veszély, vagy érted, mit akarok mondani, hogy ilyen részletek, én nem az, hogy bontó értem, dolog, hogy ami... nem az, hogy értem, hogy mit mondasz, hát nem tudom, hogy volt-e olyan, hogy orvos, vagy én nem láttam pozitív dolgot orvosról leírva még. Abszolút egyetértek ezzel, Én nem csak úgy értem, hogy... hogy ebben a könyvben nem láttam még pozitív. Kötelező elmenned a kórházba, mert ez a rendszer. Szóval én azt javaslom mindenkinek, hogy alkalmazkodjon a rendszerhez. Nekünk benne kell élnünk a rendszerben. Szóval mindaz, ami kötelező, amit a törvény előír, azt nekünk meg kell tartanunk. Különben nem fogunk benne élni, tudni benne élni ebben a társadalomban. Szóval ha az előírja azt, hogy menjek egy orvoshoz, akkor el kell mennem az orvoshoz, és majd Jahuára fogom bízni, hogy az ne tegyen tönkre, mint ahogy tönkre teszi az összes többi ember. A kórház, Hát, na vagy... ez a nehéz, na, De ez a nehéz, azt akarom látom, mondani, hogy az engedelmesség a rendszer felé, az kötelességünk, különben elkezdünk lázadni, és akkor az a ruach, vagy az a szellemiség, az problematikus, ha lázad valaki. Vannak kötelező oltások, 11 darab, ha jól tudom. Azt egyszerűen csak be kell adni a gyereknek, az kész. Nem tud más csinálni az ember. Ha valaki el akarja veszteni mindenét, és aztán a gyereket, akkor persze belemehet ebbe a igen. küzdelembe. Vagy egyszerűen csak beadatja, imádkozik Jehovához, és ez meg fogja védeni. Nincs miért aggódni, csak járnom kell az utat, és akkor majd segíteni fog. Ha valaki nem járja, akkor meg imádkozhat akárkihez, akármennyit, akkor nem fog működni neki. Hogyha azt mondja, hogy mit tudom én, ha megállít a rendőr, akkor be kell mutatni neki a személyemet, akkor nem kezdek el lázadni, hogy a személy az egy a rabszolgaságnak a jelképe, meg én nem vagyok egy szerződésben, meg én ellenállok. Mindig álljak el, megmutatom a személyemet, itt van, viszlát, biztos úr, a legjobbakat, köszönöm a részét, lehet, ezt meg tovább. Szóval, igen. Ha Hát igen, kötelező, azért a... akkor ha van egy alternatíva, akkor meg megkeresem azt. De a legfontosabb az, hogy azt csináljam, amit Jehova elvárt. Ha azt akarja, hogy menjek egy bábához, és ott szülessen meg a gyerek, akkor elmegyek, ha azt akarja, hogy kórházba megyek, akkor kórházba megyek. De még itt van egy, ami igen. ehhez kapcsolódik, az pedig az, hogy nem kell építeni, tanulni, fejlődni. Dehogy nem kell. Ő az, aki meghatározza, hogy mi a tudomány. Ő az, aki Hát meghatározza, igen, hogy... csak erről, hogy mondjam, nem kapunk, vagy nem látjuk a Nem is... Bibliában, vagy nem tudjuk értelmezni, inkább így fogalmazni, nem akarok helytelen állítani valamit, ami közben ott van, csak én nem látom, tudom A értelmezni. legtöbb ember nem tudja. Hát pont ez az, hogy mert az emberek azt mondják, hogy jó, hát ezt ellenzi, akkor hogyan építünk egy házat, ha nem tudjuk, hogy mi az, hogy teréksz. Nem kell tudnom, tudom hogy mi én az, hogy derékszög, ahhoz, hogy fel tudjam építeni a házat, mert egyszerűen csak derékszögbe rakom, az kész. Na de pont ez az például az én életemben, mikor matematika tanultam, iskolába jártam, most magyar nyelven tök hülye voltam matekból, és a tanárnő nem értette, hogy lehet, igen, erre nem szület, nem te születtél erre, mesett, ez így van. Nem vagy hülye, buta, ennyi pont. De érdekes, amit megjegyzett, hogy de akkor hogy lehet, hogy te nem számolsz, nem csinálsz ezt a szavat, de geometriát, tehát geometrikus dolgokat szinte tökéletesen állítasz föl rajzolsz körzővel, vonalzóval, meg ilyenekkel. Én azt mondtam erre, hogy én ezt érzésből teszem. Most lehet, hogy az érzés maga az Isten indítatás és vezetés, és nem kellett tudnom, hogy kettő, meg nem tudom, szorzatok, hoztatok, meg
honlázott le a papírra, és alkottam azt, amit akartam, vagy Más honnan kérdés, hogy láttam, és... azóta se használtam se körzőt, se szögmérőt. Szóval a nagy annak az időnek, amit eltöltöttem az iskolapadban, az ablakon kidobott idő volt gyakorlatilag. Azt eltöltöttem volna Az valamivel, így van, aminek ez van a értelme. legrosszabb. De visszatérve erre, hogy én ezt elmagyaráztam, és megpróbáltam már elmagyarázni sok videóban. Mennyire is hibáztassa magát senki, hogy nem érti, hogy mi az, ami le van írva. Azt el kell magyarázni valakinek, az embernek, hogy mi az, ami le van írva. De ez annyi helyen le van írva, hogy csodálkozom azon, hogy ez még mindig nem fogadta el a legtöbb ember. Egyszerűen csak el kell fogadni azt, hogy van, aki meg tudja tanítani, vagy el tudja magyarázni. Ezért készítem a videókat, mert úgy tűnik, hogy én értem ezt. Szóval el tudom magyarázni az ember. Ez nem azt jelenti, hogy én olyan nagyszerű vagyok, hanem mindenkinek adott talentumokat, amikkel gazdálkodnunk Igen. kell. De azt csak akkor fogja tudni megtalálni az ember, hogyha járja ezt az utat, mert akkor világossá válik számára, hogy mi az ő feladata. És ha Igen. elkezdi csinálni azt, akkor az élete teljes lesz, mert a saját funkcióját ellátja, ami a teremtő szerint az ő feladata itt, ez a boldogság, amit az emberek keresnek, csak sose találják meg, mert nem járják ezt az utat. Járom az utat, csinálom, amire ő meg létrehozott engem, ez jelenti a boldogság. De még mindig, sőt, egyre világosabb, ahogy egyre több videó készül, hogy a legtöbb embernek el kell magyarázni. És még amikor elkészül 1000 videó, a legtöbben akkor sem értik igazán. Szóval ezt újra és újra meg kell erősíteni. Hát jó, ezen lényegében nem is találkozhatunk, hiszen születésünktől, abszolút. hogy mondjam, ez mindig nincs is valakire semmiféle baj. Magyarkozni kell, tanárra, papra, orvosra, akárki megmondja, egészséges, nem, okos vagy, nem, jól csinál, nem. Ezzel Persze. nincsen baj, hogy valaki nem érti. Igen. Ezt csak el kell fogadni, és ezzel együtt kell élni. Csak ezért mondtam, hogy alázat, engedelmesség, meg taníthatóság, ez nagyon fontos ezen az úton. De a legtöbb emberből Az egyik, másik, biztos. vagy az összes hiányzik. Úgyhogy nem jutnak el sose sehova. Persze. Persze, az nagyon sok van ebből, azt én is tapasztalom, tényleg az alázat a hiányát. Alapvető dolgok, hát nem kell, mert tudom, Ja, de visszatérve bevelelésüket. erre a házépítősdire, vagy akármire. Igen. Régen nem volt, vagy nem lehet olvasni az írásokban, hogy persze lehet, hogy készített tervrajzot, de az nem kellett a grafikon alatti területet kiszámolni, meg hiperbola azért rajzolni, meg 8 ismeretlenes egyenletet megalkotni, hogy én is tudok rajzolni egy tervezet, amiből fel lehet építeni egy házat. Persze nem lehet Igen. felépíteni a Burj Khalifát Katarban, vagy hol van az, de nem is kell, nincs rá Jó, szükség. persze. Szóval nekem nem nincs rá, Persze, de hát most semmi igen, értelme nincs, hogy azt mire felépítem. használják, vagy Pontosan. használjuk arra, hogy ott Egy haladjunk, sátrat fel hanem tudok mindegy. építeni, vagy Hát igen. egy szimpla házat, ahhoz nem kell semmilyen ész igazából, hogy azt az ember felépítse, de amely kell, és majd ő megadja, ahogy megadta azt, mikor építették a sátrat. És Igen. ahogy azt mondta, hogy megadta ő ezeknek az embereknek, akik építik a sátrat, megadta nekik azt a képességet, ami szükséges volt ahhoz, hogy elvégezzék azt a munkát. És ez tőle Hát jön. igen, ez a nagyszerű. Ez a csodálatos ember, Persze, hogy ez tőle jön, ennyire egyszerű, ám de mégis nehéz. Abból a szemszögből nézve, amiben benne vagyunk. Mert ugye ebben a rendszerben minden komplikált, minden bonyolult, azt mondja, káosz. figyelj, azt mondja És... Második Mózes 28-as fejezetben, hogy szólj minden bölcs szívűeknek, akiket betöltöttem a bölcsességnek a ruhájával, vagy a lelkével, hogy csinálják meg Áron ruháit az ő külön választásukra, hogy a papom legyen. Szóval ő az, aki betölt minket ezzel a bölcsességnek a ruhájával. Nekünk nem kell izgulni azon, hogy hogy fogom tudni, vagy hogy fogom felépíteni egy házat. Majd ő megmutatja akkor, mikor ott vagyok, hogy hogyan kell azt megcsinálni.
nyilvánvaló, hogy nem fog tudni felépíteni egy tízemeletes, mert egyrészt nincs értelme, hogy az ember tízemeletesbe lakjon. A másik meg az, Hát hogy, igen. ezért hát minek adná meg azt a képességet? Ő megmutatja, hogy mi az, amit akar tőlem, és azok egyszerű dolgok. Építsek egy kerítést raklapból, vagy csavarozzam le a bádogot, ami leszakadt a tetőről, vagy betonozzak le egy járdát, vagy rakjak le néhány ezeket ő megmutatja. A többiben nem kell aggódni. Az, hogy hogyan fogom kiszámolni a grafikon alatti területet, meg deriválni, hogy fogok, meg mit tudom én, hogy 8 ismeretlen van, és akkor egy fél napig kell oldanom meg, hogy kitaláljam, hogy mi, meg olyan szöveges feladat, hogy egy külön könyvbe kell kinyomtatni, arra nincs szükség. Lehet, hogy lenyűgöző, vagy az, hogy összekotyvasztok ezt, meg azt, és akkor abból kijön egy anyag, amit nem lehet átlőni, meg olyan könnyű, mint a levegő, meg mit. Nem kell. Nincs rá szükség. Abban a világban Hát se igen, volt. miért csináljuk ezt? Na, Miért úgy értem, hogy most csinálnánk? mondhatja Tehát valaki azt, hogy persze. jaj, de így a harcászat az jobb. De régen nem kellett harcászat. Hát mikor elmentek ők a harcba, az Ószövetségbe, ha olvassa valaki, a világ legnagyobb seregei jöttek ellenük, és tőlük senki nem halt. Szóval nem kellett neki kevlár, meg ilyen látó, meg drón, tank, tengeralattjáró, atombomba, meg ilyen dolgok. Óriásokat Hát igen. leküzdötték, olyan városokat, hogy visszarettentek tőle először. A legnagyobb seregeket, a legtöbb harckocsit, akármi. Úgyhogy ezért mondom, hogy az persze én tudom, hogy fájdalmas a legtöbb embernek hallani, hogy jaj, most a tudomány így vagy úgy. Fölösleges. Szóval hiába mondja bárki nekem, hogy milyen nagy vívmányokat értünk el. Nem értünk el semmit. Az életünk nem lett jobb, az emberiség nem boldogabb, nem egyszerűbb. Nem élünk tovább, hisz azt mondta, hogy 120 évig élt Mózes, mi meg élünk 60-ig, az utána következő időszak meg olyan, mint egy roncs. Úgyhogy nem lett Hát jobb az igen. életünk semmiben. Lehet, hogy el tudok ugrani Barcelonába egy hétvégére napozni, de annak nincs értelme. Mert nem Hát kellene persze. elmennem, hogyha az életem ott, ahol élek, teljes lenne. De nem teljes, mert egy művilágba élek, egy kockába bezárva csinálom a semmit, aminek nincs semmi értelme. És ezért akarok elmenni Barcelonába egy hétvégére. Úgyhogy nem adott Hát hozzá semmit az életünkhöz, és nem hát igen, érdekel, hogy ki mit gondol. tartalmilag nem Nem csak persze, tartalmilag, mondtam is, hogy minőségileg sem. emberi kapcsolatok nincsenek, Az emberi kapcsolatokat ugye közösségek elpusztította. nincsenek, hát persze, ki van találva, hogy... Csak azért akartam ezt elmondani, mert azt kérdezted itt, hogy a teremtő által biztosított út és az által megalkotott életben ezekre nincs szükség. Abszolút nincs. Nincs rá semmilyen szükség. Jobb, mikor meggyógyult, nem azért gyógyult meg, mert elment az orvoshoz, és az elkezdte mérgekkel telepumpálni, meg égetni, meg sugározni, meg széttrancsírozni. Mikor meggyógyult, azért gyógyult meg, mert rájött, hogy nem a helyes úton jár. És mikor elfogadta azt, akkor azután meggyógyult, az kész, és utána visszaadott neki mindent. Azt mondta, hogy ezért hibáztatom magam, és bánkódom a porban és hamban. Mert a végén megértette, hogy ővele van a baj. Szóval, ha megértjük, hogy velünk van a baj, akkor a teremtő mindent megad majd nekünk. Minek is izguljak én azon, hogy elmegyek az orvoshoz, hogy most segít. Nem? Csak ki kell találni, mi az, amit rosszul csinálok, és akkor ő segíteni fog nekem. Igen. Hát igen, ez az, amit elveszítettünk. Szóval minden adott, úgy értem, hogy segített. ez volt a kérdésed itt, ezért mondtam el ezt, hogy abszolút minden adott. Ki más tudna jobbat kitalálni, mint ő? Ha, most mindenkinek meg kell érteni, hogyha létre tudta hozni a világot a semmiből, meg ezeket a dolgokat, amik körülvesznek minket, akkor neki nem problémát okozni, hogy az én életemet úgy kormányozza, hogy nekem jó legyen. Ha azt csinálom, amit mondom. Ha nem, akkor se ő az, aki megbüntet. Akkor csak azt mondja, hogy figyelj, ha nem azt csinálod, amit mondtam, no problémo. Van egy másik út, amit járhatsz, és én megmutatom neked, hogy az milyen, és megadom a lehetőséget, hogy járj azon. És aki a másik úton jár, az, amit a világbeli emberek jár, ami tele van szenvedéssel, ami tele van kihívásokkal, amiket nem tud megoldani az ember, hazugsággal, csalással, lopással, és mindenféle undorító és utálatos dologgal,
amit el lehet képzelni. És a vége kudarc ugyanúgy. De ez arra szolgál, hogy alázatra és engedelmességre és taníthatóságra neveljen minket. A legtöbb ember nem érti meg ezt soha. Válaszok vannak, kérdések is persze, de én gondolom, hogy ezek akkor tisztázódnak le, hogyha az ember beszélget a másikkal, akinek azért, hogy mi, amit neked, tehát úgymond tisztább rálátás, ott van tapasztalatod Bibliával kapcsolatban is, mert én őszintén bevallom, nekem nincs, tehát én olvasgatom, most álltam neki lényegében a videó indítatására, hogy na akkor elkezdem a mostani személyre mondom már tapasztalatommal én is igen, értelmezni valójában tényleg mi van, bármennyire is lassan haladok vele, mert ez nem ennek a kérdése, de hogy igen, tehát hogy ez fontos része szerintem is, hogy legyen egy olyan ember, aki ha valamit nem értek, tudok értelmezni, akkor igen, tudja kérdezni, vagy csak tudom beszélgetni erről. Nem véletlenül ugye, hogy azért a Bibliában is ott vannak ezek a proféták, mert ezek mind ezt segítették elő, lényegében letisztulni a folyamatokat, látni az ő szava, az mindenki számára most elérhető, és hogyha meg, és a magyarázat is megvan rá az internet segítségével, úgyhogy nem hagyott minket egyedül, de én mindenképpen azt javaslom, hogy hogyha kérdésed van, vagy bárkinek, akkor én itt, hogyha én vagyok az, akit be akarod kérdezni, vagy ők, akkor én nagyon szívesen segítek, viszont egyszerűen csak ez a szituáció. Én nem, nekem kétségem sincs afelől, hogy ez az igazság. Én biztos vagyok benne, hogy ez úgy van, ahogy én mondom. Ez van leírva ide. 100%, tudom, hogy mindenki ezt mondja, hogy legalábbis aki tanít, annak úgy kéne kiállni, hogy 100%-os bizonyossága van. De nézze meg mindenki azt, ami le van írva, azt, amit én elmondok, és akkor rá fog jönni, hogy ez egyszerűen így van. Mindenkinek csak ezt csinálnia kellene, és az élete az nagyszerű lenne utána. De a probléma, azt látom az emberek körében, hogy az, hogy félnek. Mert félnek, hogy jó, de ha nem megyek be dolgozni, nem veszek részt ebbe a játékba, hogy pénz, hogy kereskedelem, vagy ez a sok minden, a marketing, meg ezek a közösségek, ezek a dolgok, ezek a kütyük, meg a modernizált világ, meg az, hogy az orvos megmondja, hogy a én egészségem rendben van, vagy nincs, vagy hogy milyen bajom van, vagy nincs, ha tetszik, ha nem, ha jól érzem, ha nem. Tehát, hogy az emberek félnek, mert ebben a rendszerben élnek, és ezt a rendszert, tehát mindent ez a rendszerhez kötnek. De figyelj, az a lényeg, hogy azt mondja, hogy vissza kell térnem a római levélhez, mert az olyan nagyszerű, hogy a hit az hogyan hívják segítségre, akiben nem hisznek, és hogyan hisznek abban, akiről nem hallottak. Ezt úgy zárja le, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Elohim igéje által. Hallanunk kell az ő szavát. Nem csak olvasnunk, hanem valakinek el kell magyarázni, hogy mit jelent az, ami oda le van írva. És hogyha ez megtörténik, napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra, akkor növekszik az embernek a hite, és el fogja hinni azt, hogy Jahua, a teremtő, képes segíteni neki akkor, ha azt csinálja, ami a feladata. De ha nem, akkor nem fog segíteni. Úgyhogy először nem megyek be dolgozni, bízván abban, hogy majd meg fogja oldani az életemet, mert megtartom az ő ünnepeit és az ő sabátját. Ez a hit. Nem? Elhiszem, igen, hogy majd gondoskodni fog rólam, ha nem megyek be. De ha arra várok, hogy megoldódjon a szituáció, és akkor találjak egy munkát, ahol nem kell dolgozni, az nem hit. Az én megoldottam azt a dolgot. Elvárom, hogy megoldja nekem, mielőtt még én bizonyítanám. A hit az a reménylet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ábrahám hit, és feláldozta volna a fia,
de nem kellett, mert elég volt a szándék. Ez az, ami szerintem hibázik, és a hit így erősödik. Hallgatom, olvasom, és aztán növekszik a hitem, és meg fogom tudni csinálni. De az első lépést megtette ő, mikor kihívott minket, onnantól kezdve ebben a táncban mi vagyunk azok, akik a következő lépéssel adós. Mi teszünk egy lépést, ő tesz egy lépést. Mi teszünk egyet, ő tesz egyet. De ne várjon senki arra, hogy megoldódjanak a problémák, és ne kelljen soha Hát igen. semmiféle áldozatot vállalni, mert az nem fog működni. Valakinek kérdése van, javaslata vagy hozzászólása, megtalál minket ezeken az elérhetőségeken, és egyben lehetősége van mindenkinek arra, hogy amennyiben hasznosnak találja a munkánkat, hozzájáruljon ahhoz. Így még több emberhez el tud jutni az információ, és nem csak egy oldalú lesz ez a folyamat. Köszönet, hála és dicsőség Abba Yahuának, halleluja és shalom!